Most rendeztük meg 19. alkalommal a Nobel-díjasok tehetséges diákok találkozóját, ahol mindig az a cél, hogy az ország legtehetségesebb diákjait, középiskolás tanárjait, egyetemistáit ide hívjuk, és tudjanak találkozni olyan kiváló kutatókkal, akik vagy Nobel-díjasok, vagy Nobel-díjhoz közeli kutatók. És hát idén Roska Botond volt nálunk, aki az elmúlt években is rengeteg díjat nyert, nem véletlenül, hiszen a világon először sikerült vakoknak a látásuk egy részét visszaadni, és hát szenzációs találkozás volt megint szintén a kiváló kutató és a diákok között. Dr. Roska Botondnak az előadás volt az, ami szerintem nagyon hasznos volt, és tényleg úgy érzem, hogy ilyen betekintést nyertem, hogy hogy néznek ki egy kutatónak a mindennapjai. Nagyon érdekes volt, és tényleg úgy érzem, hogy sok újat tanultam. Fantasztikus volt belelátni abba, hogy ő hogyan gondolkodik és hogyan építi fel a kutatását, mert erről szerintem ritkán beszélnek a tudósok. Szépnek gondolom a célt, amiért küzd. Szerintem ez nagyon motiváló a fiatalság számára. Kiválóan bemutatta azt, hogy mi is az, amire egy kutatásnál fókuszálni kell, amellett, hogy megismerhettük az ő munkáját is. Szerintem nem motiválni kell, hanem megértetni velük, hogy ennél izgalmasabb a dologon nincs. Ennél nincs semmi izgalmasabb dolog a világon. Tehát ha valaki sikerül fiatalkorban valami olyasba belevinni, amíg elkezdi látni ennek az érdekességét, akkor ebből nagyon nehéz kikerülni. Ez olyan, mint egy örvény, ami bekerül az ember, és minél többet csinálja, annál érdekesebb lesz. Nekem ez, hogy például fiatalokat látok, akik szintén tanulmányokat és kutatásokat prezentálnak, ez hatalmas lendületet ad abban, hogy egyszer majd talán én is ott állhatok, és én is bemutathatom azt, amit elértünk közösen, mert látom, hogy van lehetőség csapatban dolgozni, és hogy ez nem olyan magányos irány. Belátást nyerünk igazából az egyetemi életbe, a kerekasztal beszélgetéseken, például az egyetemi hallgatókkal, minél többet meg tudunk tudni a hétköznapi életükről, hogy hogyan működik ez az egész egyetemi rendszer. A kerekasztal beszélgetés felemelő volt számukra, nagyon szimpatikus egyetemi hallgatók beszélgettek velük, és nagyon lelkesítőek voltak. Voltak még a mentorainknak az előadásai. Ez azért is nagyon jó volt, mert egyrészt tágíthatta a középiskolások és egyetemistáknak a látóterét, és így nagyon könnyű tulajdonképpen kialakítani új kapcsolatokat is, és megtudni új kutatási módszereket. A kérdések minősége és az előadások minősége az nagyon-nagyon jó volt. Tehát nagyon tisztán beszéltek az emberek, érthetően, és nagyon érdekes dologról. Ilyet még nem hallottam a világon. Tehát én nem láttam sehol olyat, hogy ilyen módon összefogják a tehetséges diákokat, és végigkísérik őket a pályákat. Nagyon sok országban ez jó lenne egy ilyen mozgalom. Nagy örömmel hozom mindig a diákjaimat a rendezvényre, hiszen azt gondolom, hogy itt kellő inspirációt kapnak ahhoz, hogy esetlegesen kutatópályára léphessenek. Olyan lehetőségeket látunk meg, és olyan embereket ismerünk meg, akikkel nem találkoznánk egyébként, vagy csak mondjuk egy videón keresztül, vagy egy tudományos cikken keresztül, és bepillantást nyerünk ezek mögé. És ez szerintem nagyon érdekes, mert ilyen szintre nem feltétlenül jutnánk el, még akkor sem, hogyha a tanulmányainkat elvégezzük. A rendezvény azért nagyon sikeres, mert sikerül egyfajta ünnepi csomagolásba öltöztetni a tudományt.
mindig nagyon inspiráló jó előadókat látni, híres embereket látni, történeteket hallgatni. De a jó sztorik mellett a második legjobb az, hogyha saját kezünkbe vehetjük az eszközöket, és a 21. századi technikával, a tudomány eszközeivel játszhatom. Nagyon jó volt látni, hogy ennyi csillogó szempár és érdeklődő gyerek jön be a laborba és nézi meg azt a helyszínt, ahol mi minden nap élünk és dolgozunk. És azt gondolom, hogy a gyerekeknek is ez egy óriási lehetőség, hogy testközelből láthatják azt, hogy egy kutató hogyan dolgozik, az eredmények hol születnek és hogyan valósulnak meg, hogy milyen környezetben dolgozunk, milyen helyszíneken, és hogy egyáltalán egy picit megismerjék azt, hogy is néz ki egy kutatónak a hétköznapja. Ne csak a tudást lássuk papíron, hanem hogy tényleg élőben is érezzem, tapintsam, szagoljam, hogy egyre több legyen így az ilyen érzés, és így sokkal jobban át lehet látni szerintem magát, az egészet utána. Nagyon sok érdekes és okos kérdést láttam, úgy vettem észre a hallgatókon, hogy tetszett nekik a terület. Nagyon bízom benne, hogy ilyen irányba gondolkodnak, amikor elhelyezkednek, hiszen fontos lenne az utánpótlás az egyetemen is, meg az iparban is, az okos, értelmes, hozzáértő emberekben. Hogyha valaki kiválóságnak szeretne lenni, ahhoz idő kell. Az idő a legdrágább. A mi feladatunk az, hogy ezt a szabadutat, autópályát biztosítsuk számukra, és ezek közül így akik tényleg alkalmasak, azok a pályafutásuk rendkívül korai életükbe ki tudnak lőni. Minél többet dolgozik az ember, annál érdekesebb lesz a szakmája. És ezért ez a befektetés egy olyan világot, nem csak a tudományban, hanem másban is, egy olyan világba érkeznek el, amitől egy gyönyörű, szép életük lesz.